amikor majd ez a kérdés is fölmerül, hogy amikor valaki azzal influencerkedik, és azzal keres pénzt, hogy a saját gyerekét adja el az ő követőinek különböző hirdetésekben, na akkor lesz majd ez a tüntetés igazán hiteles, vagy akkor, amikor azokat az influencereket, bárkik is legyenek azok, vagy bármit is jelentsen ez a szó, akik ezt a műfajt is nagy előszeretettel művelik, na majd azokat sem engedik oda, vagy éppen azok ellen is tüntetnek. Én egy... nyugodt ember vagyok, de a gyerekek ügye az engem is kihoz a sodromból. Szóval szerintem a szexuális indokból elvégzett pedofiliánál gusztustalanabb dolog nincsen, de a pénzkeresésért elvégzett kvázi pedofilia, az föl tud zárkozni ezen a rangsoron az én fejemben. Azért én nagyon bízom a magyar társadalom immunrendszerében abban, hogy ezt a baloldali emberek gyomra sem veszi be. Tehát amikor olyan influencerek, akik nyílt propagandistái az LMBTQ értékrendnek, próbálják megóvni a gyerekeinket, volt elnökasszonytól, vagy éppen Varga Juditól, vagy nem tudom kitől, az egy annyira hiteltelen konstrukció, hogy nagyon remélem, hogy ez a baloldalon is kiveri a biztosítékot.